A Pest-Szentimrei napok keretében rendezte meg a PIK fényhozók kiállítását, készülve az ünnepre, fénycsempészve a sötét novemberi estékbe. Négy kiállító hozta el munkáit a házba, a használati tárgyaktól a dísztárgyakig számtalan alkotással készültek. A legkreatívabb ötletekkel álltak és hoztak ide a kiállítóterembe nekünk ezek a művészek, és nagyon remélem, hogy nem csak mint kiállítás, hanem mint vásár is működik ez az alkalom, és sok-sok ember ezekből ötleteket merítve, vagy akár ezeket a tárgyakat ünnepre, karácsonyra meg tudja szeretteinek venni. A Tiffany lámpa készítő vágány tünde 20 éve kreálja fényhozóit. Édesapja gyártja a lámpatalpakat, ő pedig a búrákat. A Tiffany lámpák meghittséget sugároznak, fényük otthon teremt, tette hozzá az alkotó. Most kiállított művei között virágmotívumok és egyenes formák vannak. Nagyon szeretem a színeket, a színes üveget főleg, és nagyon-nagyon hálás dolog, hogyha egy lakásba, egy interiőrbe bekerülnek, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzést kapok mindig mindenkitől. Farkasné Selmecki Ilonát kiskorától vonzotta a szín és az üveg barátsága, de az élete úgy alakult, hogy csak később tudta teljesen átadni magát az alkotásnak. Egy párizsi útja során meglátott egy gyönyörű lámpát, akkor lett szerelmes az üvegbe, mondta el. Olyan használati tárgyakat csinálok, ami vázák, tányérok, asztal, lámpák, Tiffany lámpák, így asztalhoz mérten szőlős fűtőszer. Tehát ilyen természetbarát vagyok. Százi Ildikó a Pest-Szentimrei református templom felújításakor a világítótesteket készítette. A művész a mostani kiállításra különleges kísérleti mozaik kompozíciókkal érkezett. A szentendrei alkotó egész életét ennek a művészetnek szentelte. Nagyon vonzanak az üveggel kapcsolatos mai lehetőségek, technikák. Amint látni is, nem hagyományos értelemben próbálok ehhez az anyaghoz nyúlni. A PIK november 20-án vasárnap 10 órától szakmai napot tartott. A most kiállító művészek ajándékkészítő foglalkozásra hívták az érdeklődőket. A fényhozó kiállítás december elejéig látható.